A közelmúltban emberölés történt Nagyhegyesen. Az áldozat egy lengyel férfi volt. Kedden este kaptam a riasztást gyakorlatilag a közösségi médián keresztül. Itt értesültem az eltűnésről egy rendőrségi körözés alapján, lengyel rendőrségi körözés alapján, és ezek után léptem kapcsolatba hozzátartozókkal a rendőrségi körözésen keresztül. Amit sikerült az ügyel kapcsolatban földeríteni első körben, az az volt, hogy véletlenül utoljára a férfi Tiszafüreden járt, innen küldött a családjának egy fotót, amit én sikerült sem beazonosítottam, hogy az a helyszín valójában Tiszafüred volt, és ezek után kezdtük meg az adatgyűjtést, hogy akkor hova, kivel tanálkozhatott, milyen tervei voltak itt a úriembernek. Ugye több információnk volt arról is, arra nézőleg is, hogy egy tetoválást szeretett volna elkészíteni magának, tervei voltak, hogy a tetoválóval is fogunk beszélni, illetve eljátszom a helyi rendőrségnek is, hogy vihetően a körzetben van egy eltűnt személy, és próbáltuk felderíteni ugye azokat a személyeket, akikhez ő érkezhetett, illetve akikkel ő kapcsolatba léphetett itt tartózkodása folyamán. Akinek a keresésében és holttestének megtalálásában a Hajdú Speciális Kutatómentő Egyesület is részt vett. A Hajdú Speciális Kutatómentő Egyesület a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a nagyhegyesi gyilkosságról nem csak a hírekből hallottak, hanem a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság kérésére egységük tevékenyen részt is vett a feladatokban. A feladatra egyértelmű volt, kit visznek magukkal. Facebook bejegyzésükben azt írták, október 10-én 18 óra 27 perckor kaptak felkérést a Hajdú-Bihar vármegyei bűnügyi technikai osztály vezetőjétől. A feladat az volt, hogy segítséget nyújtsanak egy vélhetően elhunyt férfi felkutatásában Nagyhegyes külterületén. Felmerült a lehetősége, hogy az elhunyt bizonytalan vastagságú beton alatt van, így az egység egy élő és tetem keresésére kiképzett kutyával, betonvágására, bontására alkalmas technikai eszközökkel, két gépjárművel, öt fővel indult el a megadott helyszínre, írják. Kiérkezésük után az ott lévő rendőri vezetővel egyeztetve először a kutyát indították el, hogy meggyőződjenek arról, valóban a területen van az elhunyt személy. A Hajdú Speciális Kutatómentő Egyesület kutyája azonnal jelzett. Szinte másodpercekben volt mérhető a kutya indításától eltelt idő. Már is jelzés volt, hogy valóban elhunyt személy van a területen. A beszámolókban kiemelik. A műszaki egységük azonnal nekilátott a betonszerkezet áttörésének. Az egyesület munkája akkor ért véget, amikor a műszaki mentő felszerelésükkel és a rendőrökkel közösen sikerült kiemelniük az elhunytat.